Piaci áron kellene adni a benzint, az árstop nem jó. Ha drágább lenne az üzemanyag, akkor jobban spórolnának a magyar autósok. Újabb ismert, a baloldalhoz sorolt bankár bírálja a kormány válság ellen intézkedéseit itthon. Ezúttal Surányi György a Nemzeti Bank korábbi elnöke beszélt arról egy interjúban, hogy mi mindent kellene szerinte másként csinálni a jelenlegi gazdasági helyzetben. Például drágában kellene adni az üzemanyagot, és meg kellene szüntetni a rezsi csökkentés jelenlegi formáját az nem mindegy, hogy valaki 23 fokra fűti fel a lakását, vagy 19 fokra, nem mindegy, hogy a benzinre visszatérve, hogy 130 km per órával halad az úton, vagy 110 km per órával. A csökkentést és a hatósági árakat bírálta Surányi György korábbi egybankelnök Friderikus Sándor YouTube csatornájának műsorában. Elég ha a lakást 19 fokra fűtik fel, és az autópályán sem kell tövig nyomni a pedált. 100 km per óra éppen elég jó tempó. Akár így is összefoglalható Surányi György volt jegybankelnök véleménye. Olvasható a műsort szemléző Origón. A cikkben az áll, a baloldali közgazdás szerint meg kell szüntetni a rezsicsökkentést és a benzinástoppot, és be kell vezetni itthon a világpiaci árakat. A volt bankvezér azt is kifejtette, mi a baja a rezsicsökkentéssel. Egyebek mellett az, hogy nem neveli meg kellően a magyar társadalmat, ha a fűtésköltségei nincsenek az egekben, áll az írásban. Szerinte az ásapka minden szempontból káros. Ráadásul az intézkedés miatt senkinek eszébe nem jut takarékoskodni, és még hátrányos is a többi uniós állampolgárára nézve. Idézi az origós Urányi Györgyöt. A lap szerint magyarázatában a volt bankvezér itt ért el a legzavarba ejtőbb pontra. Azt fejtegette ugyanis, hogy azért is jó lenne, ha minden magyar autós a világpiaci árat fizetné a kutakon, mert akkor az olajvállalatoknak nagyobb lenne a profitja, amit az extra profitadóval vissza lehetne venni. Az állam pedig az így szerzett bevételből nyújthatna támogatást egyes társadalmi csoportoknak. Nem Surányi György az egyetlen baloldali közgazdász, aki szerint az emberek zsebéből kellene százezreket kihúzni. A gyurcsány kormányokból jól ismert progresszív személyi jövedelemadó bevezetését sürgette Róna Péter, a baloldal legutóbbi köztársasági elnök jelöltje múlt héten az ATV-ben. Én itt három, legalább három és talán négy lépcsőre gondolok. 300 ezer forintos szinten ez 20 aztán 25, az 30, és esetleg a legfelsőbb szinten lenne ez 35 Mivel ma a minimálbér 200 ezer forint, az átlagbér pedig túllépte a félmillió forintot, így Róna Péter már szinte a legalacsonyabb keresetekre is 20 os esziát vett neki, az átlagbér pedig lehet, hogy még ennél is nagyobb kulcsal adózna. Egy úrcsányi válságkezelés jön ismét vissza, a balliberális megmondó emberek részéről. A baloldali közgazdászok elképzelései kísértetéjesen hasonlítanak mindahoz, amit a 2010 előtti balliberális kormányok válságkezelése során is tapasztalható volt mondta Deák Dániel az m A 21. század vezető elemzője emlékeztetett, a 2008-as gazdasági válság idején is az emberektől vettek el egyhavi fizetést, egyhavi nyugdíjat, megnyírválták a családtámogatásokat. Ha a baloldal lenne a kormányon, és ezek a szereplők lennének tanácsadói pozícióban, vagy más egyéb közjogi pozícióban, ugye Róna Péter ugye államfő jelöltje is volt a bal oldalnak, akkor nem lenne benzinástok, nem lenne lenne rezsicsökkentés, és olyan típusú többlet terhet tennének a lakosságra, ami elviselhetetlené tenni a hétköznapokat. Az elemző szerint akkor, amikor a baloldali megmondó emberek támadják a kormányzati intézkedéseket, valójában sokszor azokat a külföldi érdekcsoportokat akarják kiszolgálni, akiket például az extra profit különadó érzékenyen érint, és amelyektől függ a hazaiban liberális oldal is. Megállapodjon az Európai Unióval.